ruházattal kapcsolatos privát üzenet érkezett. Hali, bocs, a késői üzenetért, ez hadd szakítsa meg. Hát, ha küldesz egy írásos üzenetet egy ilyen chat oldalon, vagy ilyenek egy privát üzenetet, akkor nem mindegy, hogy azt éjjel kettő, akkor küldött, gondolod, hogy én folyamatosan ott ülök, meg hangosra állítva a telefonom a alváskor a párnám mellett, hogy kis azonnal becsippadjon, hát bocs, hogy reggel írok, bocs, hogy délbe, bocs, hogy este, hát akkor írsz, amikor tudsz. Gondolom már pihensz, bár én nem vagyok az egyetlen tuskó, aki ilyen későn ír ilyen dolgot. Nálad láttam sokszor a Superzone boltot, meg a videóid, amit ott készülnek, bár szegedi vagyok, vehettem volna közelben is cuccot, de rád hallgatva elugrottam Budára életem első bőrruhájáért. Mindez hetekkel ezelőtt, szerdai napon volt, viszont vasárnap az új ruha mentett meg attól, hogy most 2 méterrel lentebb legyek. Leesett a cukrom, és kb. 120-szal akartam belemenni egy körforgalomba. Persze, perec, mocimnak vége lett. Még egyszer köszönöm az infót a boltról. Ja, sok szarevőnek, nem a ruha a legdrágább. Köszi, és sok sikert, bár úgy is nézni foglak. Hát örülök, hogy megúsztad. Én azt úgy tudom egyébként, hogy a Mugent lehet kapni mindenhol, tehát ugyanazt a ruhát megkapod, mert van egy jó országos viszonteladói hálózatuk. Nyilván azt gondolom, hogy a legnagyobb volt egyébként maga a Superzone a legnagyobb a választék, úgyhogy kirándultál egy jót, de a lényeg az, hogy pont akkor volt rajtad ruha, amikor pont szükség volt rá. Kifejtetted volna részletesebben is egyébként, hogy esetlegesen valaki ilyen gonddal küzdik, hogy ilyenkor, amikor leesik a cukrod, akkor nem tudtál dönteni, hogy rosszul lettél a motoron, és ilyenkor nem tudsz odafigyelni, nem tudom, mert nekem nincs ilyen ember a környezetemben, aki ilyen betegséggel küzd. Ha megírod, akkor következő levélbe, akkor ezt megosztom a tapasztalatodat, hogy mit kell tudni annak, aki cukros, meg hogy esetlegesen valaki találkozik egy cukrossal, az milyen tünetről ismerhetjük fel, hogyha valaki esetleg motorra lelesik, és nem azért, mert hülye volt és túlvállalta, hanem azért mondjuk a betegség folytán eszméletét veszítette, vagy kontrollt veszítette.